Tisztelt Ház, a Mi Hazánk képviselői csoportjának vezérszónoka Dózs Dávid képviselő. Parancsoljon képviselő, öné a szó. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Ház, én egy kicsit másabb perspektívából közelíteném meg most tárgyalt törvénymódosító javaslatot. Mi Hazánk mozgalom a most tárgyalt törvénymódosító javaslattal kapcsolatban két fontos területre szeretné ráirányítani a figyelmet, amelyek a bizottsági szinten rendre leszavazott törvénymódosító javaslataink figyelembevételével valódi segítséget jelentenének, akár a fiatalok lakhatási válságának a felszámolása, akár a minden magyar embert érintő brutális bürokrácia mértékének csökkentése érdekében. Az indoklás részletesen taglalja, hogy a kormány folyamatosan felülvizsgálja az egyes területeket érintő jogszabályokat, az állampolgárok és a vállalkozások szükségtelen adminisztrációs terheinek kigyomlálása érdekében. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogyha már felülvizsgálták a szociális ágazatot és a társadalombiztosítást érintő egyes jogszabályokat, sőt az illetéktörvényt is, akkor miért nem aktualizálták az abban szereplő pénzügyi értelemben elavult szabályokat is, így például az első lakást vásároló fiatalok illetékkedvezményét, amelynek 15 millió forintos értékhatára felett jócskán eljárt már az idő. A Mi Hazánk mozgalom nevében nemrég törvényjavaslatot terjesztettem elő, amelyet a kormánypárti többségű gazdasági bizottság a tegnapi napon tárgysorozatba sem vett, pedig ezt nyugodtan beépíthették volna ebbe a javaslatba, amennyiben tényleg foglalkozni szeretne a kormány az állampolgárok széles körét érintő problémákkal. Az általános indoklásban a következő szöveg szerepel. A mai napon is 8000-nél is több jogi norma szabályozza az állampolgárok életét, amelyek betartása az ügyfelek és a hatóságok által is szinte teljesen lehetetlennek bizonyulnak. Ennek megváltoztatása a mindennapi élet, a vállalkozásaink működése és versenyképessége érdekében is nélkülözhetetlen. Amennyiben a kormány komolyan gondolja ezeket a sorokat, akkor talán tartózkodni kellene a rekordmennyiségű új jogszabály elfogadásától, pláne akkor, hogyha ez saláta törvénycsomagokban teszik, és a jogrendszer jobb áttekinthetősége érdekében, és még több egyéb okból is felhagyhatna az évek óta tartó, végeláthatatlan veszélyhelyzeti kormányzással, valamint a bürokrácia terheinek folyamatos emelésével. Köszönöm szépen a szót!